Hajnali 2 óra van, és mit lehet ilyenkor csinálni? Ijesztő videókat néz a TikTokon. Üdvözlök mindenki, srácok, illetve lányok, én Marki vagyok, és ebben a videóban ismételten reagálni fogunk ijesztő TikTok videókra, amikre elméletileg nincsen magyarázat, de megpróbálunk reálisan gondolkozni a videók során. Még annyit elmondanék, hogy ha tetszik, amit látszok, dob egy lájkot, illetve egy feliratkozást is, ugyanis ez egyfajta visszajelzés nekem, hogy tesznek az ilyen tartalmak, és hogy legyen még ezekhez hasonló videó. Ha esetleg van valami véleményed, akkor a szívesebben a kommentbe, és megpróbálom elolvasni. Vannak tervek a közeljövőben, hogy hova is fogunk menni majd forgatni, és hát remélem, hogy minden össze fog jönni. Nos, de én nem is szaporítanám tovább a szót, inkább leskős azt, amiért itt vagytok ebben a mai videóban, szóval, hát lássunk hozzá. Hát remélem az idő nem fog befolyásolni. És akkor nézzük is, hogy TikTokon milyen videókban jelöltetek meg. Kezdjük is az elsővel. Igen, ez egy étterem konyhája, vágja a citromot, vagy valami gyümölcsöt. Igen, yeah, lemon, oké, okay, akkor citrom. What? Tehát a többfelé vágta a citromot, és amikor visszament, akkor egybe volt újra citrom. Bakker, hiba van a Matrixban. Igen. Tjújjúj, ez egy érdekes videó, és ha ez nincs megjátszva, akkor nyilvánvalóan erre nincs tudományos magyarázat. Szóval ez elég érdekes. Ha esetleg ti tudnátok valami magyarázatot adni ezekre a felvételekre, akkor szívesen várom kommentbe, és többen többre jutunk, mondjuk így. Nos, de jöhet is a következő. Aha, egy kis gyereket láthatunk. Kisrác mutatja, hogy ott van valaki, beszélget vele, az anyuka pedig mondja, hogy hát nincs ott senki. Tehát az előzőhöz beszélt. Aha. Van egy ilyen elterjedt sztereotípia, hogy a kisgyerekek jobban érzékelik az entitásokat. Nekem talán erre az lenne a magyarázatom, hogy nyilván akkor még sokkal kifinultabbak az érzékszerveik, a szemük, a hallásuk, illetve egyéb dolgok. És így talán jobban látják a dolgokat. Van nekem nem egy, nem kettő ismerősöm, aki beszámolt már ilyen eseményekről, illetve a rokonom is van ilyen. És elég megdöbbentő sztorikat tudtak mesélni, amikre szintúgy nem volt semmiféle tudományos magyarázat. Ha majd egyszer oda kerül a sor, akkor majd egy live-ban elmesélem, hogy ők miket tapasztaltak. Most de akkor nézzük is a kövi videót. Várunk, itt azt mondta, hogy let me eat. Ez igazából annyit jelent, hogy engedd meg. Hú, ez egy jó kis felvétel. Ugye látjuk, hogy ez egy udvarrész, amelyet egy biztonsági kamera vesz fel, és rögzített valami egészen érdekes hangot, amire gondolom nem tudtak magyarázatot adni az ott élők. Fogalmam sincs, mi lehet ez a hang. Itt látjuk, körülöttük nincs senki, na de hát akkor nézzük tovább. Kaparás hang, igen. Kopognak is. Hopp, ott jobb oldalt mozgott egy árnyék. Hát ez egy elég para felvétel. Ez szerintem simán lehet real felvétel. Mondjuk az árnyékot eléggé gyanús volt ott jobb oldalt. Nem tudom, hogy az minek az árnyéka lehetett, vagy hogy miről vetült oda, fogalmam sincs, de az atmoszféra megvolt. Ijesztőnek ijesztő felvétel, szóval jön is a következő videó. Skinwalker. De csak egy szarvas. Jézusom! Hallottam, hogy hideg is kirázott. Hát hogy néz? Úristen, milyen szeme volt. Jézusom. De nézzétek meg azt a szemet. Gondold csak el, felkelsz éjszaka, inni egy pohár vizet, hallod, hogy valami kapartad az ajtón, kinézel, és ezt látod. Hát eddig számomra ez volt a legparább, pedig ebben nem volt semmi paranormális.
Na, egy kórházat átadunk. Ott egy fűszerű áttetsző alak. Feltételezem szellem. Amúgy ezek a kórházi felvételek tök jók egyébként. Ezek a legjobbak szerintem. Azért tartom ezeket jó felvételnek, ugyanis elég hitelesek. Ezeket nem hinném, hogy utólag szerkesztenék, illetve azt sem hinném, hogy pohózkodjanak egy kórházban, akár egy felvétel erejéig is, mert nem hiszem, hogy lehet. Nem tudom, javítsatok ki, hogyha lehet. De szerintem ez egy elég hiteles kis felvétel, és ezt elhiszem. Ez egy jó kis felvétel. Nos, de akkor következő videó. Igen, ez egy biztonsági kamera. Jó, ebben nincs semmi paranormális. Biztonsági kamerák, mivel elég rossz minőségűek, ezért kicsit, vagyis nem kicsit, hanem nagyon elmosják a képet, ezért néha úgy tűnik, hogy a dolgok, amik ott elmennek a kamera előtt, azok átlátszóak. Illetve elég sok dolog van a háttérben, amitől szétesik a bitráta, ezért egy undorító minőséget kapunk igazából. És hát akár ezt is csinálhatja. Ezek nem szellemek, ezek csak sima emberek, akik elcsináltak a kamera előtt. Szóval ez ennyi. Kövi. Az mi volt? Jó. Ijesztőnek ijesztő volt, de pont random oda tartja a kamerát, ahol pont fel fog bukkani egy creepy fej. Hát ez mennyire nyilvánvaló? Nyilván ez a videó egy baromi nagy kamu, szóval, ja. Erről is kell többet beszélni, hát ez kamu. De nem volt rossz attól függetlenül. Na de, jön is a következő. No. Nincs pókfóbiám, de nem szeretem, hogy rajtam mászkálnak. Az ilyen nagyoknak főleg nem kéne rám mászkáljanak. Gondoljátok csak el, szerintem ezek mérges pókok. Csak belesétesz random hálójukban, mert esetleg nem figyelsz, és rád másztak. No. Következő. Was this a Yeti caught on camera? Na, Yeti, nézzük. Ja, ezt ismerem, de ez akkora kamu. De azért megnézzük. Igen, dobálja a kutyát, mit tudom én, mit dobál. De mi ez a művési? Hát úgy esik le, mint egy darab tégla. Még nézzétem a kutyát is, annyira látszik, hogy nem igazi az egész. Nem baj. Viccesnek vicces. Nyilvánvalóan ez kamu videó. De igazából vicces. Igen, újra rögtön. No. Ne. Hát ez egy jó videó volt annó. Ez nem is tudom, 2007-es videó lehet? Nem tudom, amikor láttam, de nagyon-nagyon régen. Hát elég para volt akkor ezt nézni. Tulajdonképpen ez egy japán videó. Na jó, azt inkább kicenzúrázom, majd leticsen YouTube. After what just happened, the group is distraught, but if you look back at the tracks, jó, ez egy japán videó, ez egész meg van játszva, nyilvánvalóan. De akkor, amikor ezt néztem, ez nagyon creepy volt. Ez egy jó kis videó attól függetlenül, hogy kamu. De jön is a következő. Just Pennywise. Egy régi kép, igen. Ezek jók. Jó, nekem ezzel az a bajom, ez egy régi kép, és ott a háttérben lehet bármi, ami egy ilyen fej alakot adott. Ha engem kérdeztek, az egy tükröződés, vagy egy bent lévő valami tárgy, nem tudom. Amiről ilyen fejet kaptunk. De hát függetlenül jó ez a kép, tetszik. Na nézzük, ez mi lesz. Igen. Ez egy pacsong, már most látom. Mondja, oda is van írva. Jó, nem szóltam. Ez egy pacsong. Igen, elkezd mozogni.
De csak egy bábú. Maximum a szél mozgatta, de más nem. Egyébként a pacsonga az egy malajziai temetési szokás. Hát így összefogják a hullát, ilyen fehér cuccban, aztán itt így temetik el, hogy ne tudjon visszajönni később a szelleme. Igazából ennyi az egész, és szoktak ilyen videókat csinálni, hogy megjelenik a pacsong szellem, meg ilyesmi, amik szerintem kamuk, de attól függetlenül egész ijesztőek egyébként. Meg az is ijesztő igazából, ahogy kinéznek. Szóval az a videó, amit most láttunk az előbb, ez biztos, hogy kamu. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ebben a videóban. Ha tetszett, tudjátok, mit kell tennetek. Én Marki voltam, vigyázzatok magatokra, és sziasztok!